Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban olyan könyvekről fogok beszélni, amiknek a film... Olyan könyvekről fogok beszélni, amiknek a film adaptációja jobb lett, mint maga a könyv. Már csináltam egy videót azokról a könyvekről, amik jobbak voltak, mint a film adaptációjuk, és egy olyat is, amiben azokat a könyveket mutattam be, amiknek a film adaptációja jó lett, mármint hogy a könyvet egészen jól visszaadja. És akkor most jön a harmadik kategória, amikor a film a jobb. Ez az egyik legritkább eset, de azért sikerült jó pár könyvet összeválogatnom. Úgyhogy nézzük is, hogy melyek azok a könyvek, amiknek a film... Úgyhogy nézzük, melyek azok a könyvek, amiknek szerintem a film adaptációja jobb lett, mint maga a könyv. Első, ez a Pótkerék című könyv Cody Kaplingertől. Ez az a helyzet, hogy én a filmet előbb láttam, mint a könyvet, és a film nekem például nagyon tetszett, és azt hittem, hogy a könyv legalább valahol hasonlítani fog a filmre, de hát csalódnom kellett, mert hogy a könyv az nem tudom, kb. Így a nevek ha stimmeltek, és nem. Az a könyv, az tipikusan az a könyv volt, ami ilyen, hát ilyen, nem, én azt nem... Annyi dráma volt abban a könyvben, annyi felesleges dráma volt a Pótkerékben, hogy már szerintem így 10 oldal után forgattam a szemeimet. Rengeteg felesleges dráma volt abban a könyvben, és nekem az a könyv az egyáltalán nem is tetszett, úgyhogy maradok a filmnél. Aztán a második, ez a Dzsungel könyve. Gondolom a Dzsungel könyve rajzfilm az mindenkinek ismerős, és hát nem tudom, valamilyen szinten azért arra számítottam, hogy a könyvben hasonló dolgok fognak történni, mint a filmben. Jó, mondjuk gondolhattam volna, hogy ez nem ilyen lesz, mint hogy 1894-es ez a könyv, szóval gondoltam volna, hogy azért a rajzfilmben voltak újítások, de ebben a könyvben nem is tudom, olyan sztorik voltak benne, amik így nem is értettem, hogy mit keresnek itt, és nem is annyira tetszett. A harmadik, Neil Gaiman-től a Csillagpor. Én a Csillagport, a filmet, azt imádom. És tényleg, amikor megtudtam, hogy van belőle könyv, én azonnal el akartam olvasni, mert gondoltam, hogy hát, hogyha van belőle könyv, akkor az még jobb kell, hogy legyen, mint a film, nem? És nekem a könyv nem tetszett. Tehát én ezt elolvastam, és így számítottam rá, hogy esetleg pár ponton egyezni fog a filmmel, és valahol tényleg volt egy-két aprócska egyezés, de a film annyival jobban meg van csinálva, és nekem az annyival jobban tetszik is, meg hogy a történetet is befejezték, hogy egyszerűen én a filmet preferálom. Én a filmet preferálom. Pedig annyira akartam, hogy szeressem ezt a könyvet. A negyedik, én, Earl és a csaj, aki meg fog halni, ezt a filmet. Ehhez is úgy jutottam el, hogy előbb láttam a filmet, bár minimális különbséggel, tehát itt szerintem egy pár hónap különbséggel olvastam a könyvet, mint hogy láttam a filmet. És a film alapján nem számítottam ilyen könyvre, tehát a film se volt tökéletes, mert azért annak is voltak benne fura dolgok, de hát a könyv az ezerszer rosszabb volt. Az ötödik, a Híd Terabiti. Az ötödik, a Híd Terabiti a Az ötödik, a Híd Terabiti a földjére. Hát ez egy ilyen nagyon kis rövidke olvasmány, és ez a film, amit ebből készítettek, az tipikusan az a film, amit így nagyon kicsi koromban láttam, és hát ugye utána olvastam el a könyvet nemrég. Hát igazából a film meg a könyv az egészen egyezik. Nekem abból a szempontból tetszett jobban a film, hogy nem is tudom, talán, hogy vizuálisan jobban láttatták azt az egész elképzelt világot, amit a két főszereplő teremtett magának. A könyvben annyira nem jön át, nekem nem jött át az egész Terabitia dolog, hanem inkább a filmből. Szóval nekem azért tetszik jobban a film. A hatodik, a Végtelen történet. Úristen, én ezt kicsinek imádtam ezt a filmet, mármint a ilyen szól a filmet. És én ezt elolvastam, és igazából nekem az volt a könyvről a véleményem, hogy lehetett volna fele ilyen hosszú is. Mert még az első fele az még jó volt, de amikor Barnabás bekerül fantáziába, akkortól kezdve a könyv az nekem egy ilyen nagyon meredek lejtőn haladt lefelé, főleg, hogy Barnabás annyit hisztizett, hogy már
nekem fájt olvasni, és csak azt akartam, hogy jussak végre a végére, de csak nem akart még mindig nem akart vége lenni. A könyvben meg, vagy a filmben meg konkrétan ugye addig mennek az események, amíg Barnabás el nem nevezi a kislányt. Nekem igazából nem tetszett a könyv, és azért tetszik jobban a film. És az utolsó, Jane Austen-től a Jane Austen-től a Klastrom titka. Azt hiszem ebben az esetben is az áll fenn, hogy előbb láttam a filmet, mint hogy olvastam a könyvet. Viszont tényleg a Jane Austen könyveket azt általában jól szokták adaptálni. A könyv jó volt és tetszett is, viszont a film még mindig jobb volt, mert egyrészt nagyon aranyos volt a színész pár, akik a két főszereplőt játszották. Másrészt Mr. Tilney karakterét kicsit átformálták a filmben, és sokkal aranyosabb lett, nem tudom már, hogy aranyosabb lett. És igazából a könyvben egy kicsit ilyen snob volt, meg igazából úgy jött le az egész dolog, hogy egészen eddig nem akart Catherine-nel lenni, még meg nem tudta, hogy Catherine vele szeretne lenni, szóval ez egy kicsit furá jött ki a könyvben, és a filmben sokkal jobb volt. Az egy nagyon jó film. Szóval igen, de egyébként ez egy jó könyv volt, csak a film jobb. Ezek voltak azok a könyvek, amiknek a filmadat... Ezek voltak azok a könyvek, amiknek a film adaptációját én jobban szeretem, mint magukat a könyveket. Hogyha nektek is van ilyen könyv, aminek a film adaptációját jobban szeretitek, írjátok meg kommentben, hogy melyik könyv az, illetőleg melyik film. És köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!